A Mi Hazánk mozgalom azt a kérdést teszi fel, hogy a kormány meddig hagyja azt, hogy a globális nagytőke, a multinacionális cégek büntessék a beteg magyar dolgozókat. Arról van szó, hogy a gyári dolgozók fizetése úgy tevődik össze nagyon sok helyen, hogy van egy alapbér, és erre jön rá 10-20-30 vagy akár 40%-nyi úgynevezett mozgóbér. Teljesen világos, hogy a kettő összessége adja ki a fizetést, tehát ezzel az összeggel kalkulálnak a gyári dolgozók, mert ez az az összeg, amiről még úgy tartják, hogy úgy, ahogy meg lehet belőle élni ma Magyarországon. Viszont ez az úgynevezett mozgóbér, ez csak adható, és ráadásul helyhez kötött, ami azt jelenti, hogyha egy gyárban dolgozó munkavállaló lebetegszik, és el kell mennie egy-kettő napra vagy egy hétre táppénzre, akkor ez a mozgóbér nem jár neki. Tehát még pontosabban fogalmazva az a helyzet, hogy gyakorlatilag a multik büntetik a lebetegedő magyar dolgozókat, ugyanis elképesztő az, hogy akár 40%-kal kevesebb pénzt vigyen haza valaki a hónap végén csak azért, mert elkapott valamilyen betegséget. Úgyhogy a Mi Hazánk mozgalom azt szorgalmazza, hogyha a kormány akár törvénykezés, akár más egyéb nyomásgyakorlási eszközökkel odahatna a multik számára, hogy ezt az igazságtalan rendszert szüntessék meg.